Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívást a mai sajtótájékoztatóra. Orbán Viktor dolgozó szobája alatt előtt tartjuk ezt a mai sajtótájékoztatót, hiszen az elmúlt hetekben, napokban több kormánypárti politikus is beszélt polipokról, oligarchákról és mindenféle korrupciógyanús kormánypárti ügyletről. Először Ányán József volt vidékfejlesztési államtitkár beszélt arról, hogy különböző oligarchák fogtak össze azért, hogy a magyar földet lenyúlják, és a magyar vidékfejlesztési stratégia ellen összeszövetkezve Magyarországnak vagy kárt okozzanak, vagy csak saját maguknak hasznot okozzanak, és ezért Ányán József professzor úr lemondott. Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője pedig polipokról beszélt egy rádió műsorban, hogy bizonyos polipok irányítják Magyarországot, gazdasági érdekcsoportok irányítják a politikai csoportokat, pedig szerinte fordítva kellene lenni, tehát az elmúlt másfél-két évről véleményt mondva, vagy talán hosszabb időtávról, Lázár János azt fogalmazta meg, hogy polip, bizonyos gazdasági összefonódások irányítják Magyarországon a gazdasági érdekek, a politikai motiváció, a politikai tevékenységet. Ha Lázár János erről beszél, akkor bizonyára gondolhatott önmagára is, hiszen Lázár János volt az, aki a dohányzásról szóló törvényt beterjesztette az országgyűlés elé, amelynek egy kis bakija történt, hiszen a Brüsszelbe megküldött változatot a Hódmezővásárhelyi illetékességű Continental Tobacco címéről, IP címéről küldték el Brüsszelbe, így tehát lehetséges, hogy valamifajta összefonódás van Hódmezővásárhely polgármestere és az adott dohányipari cég között. De Mesterházi Attila is beszélt erről már nyíltan másfél-két héttel ezelőtt, az évértékelő beszédében konkrétan megnevezve a Simicska ZRT-t és a Nyerges Kft-t. Ezt követően elindult egyfajta közbeszéd erről. Török Gábor politológus konkrétan azt mondja, hogy ilyen még nem fordult elő, hogy politikusok nyíltan kimondják ennek a két személynek a nevét, hiszen nem volt szabad kimondani Nyerges és Simicska neveket az elmúlt másfél-két évben Magyarországon. Mesterházi Attila ezügyben úgy látszik, hogy egy új aktussal nyitott és egy új hullámot indított el. Nos, hát nézzük, akkor valóban a Simicska ZRT és a Nyerges Kft. Irányítja el Magyarországot. Valószínűleg igen, hiszen Orbán Viktor is ezeknek a köröknek próbál meg megfelelni. Éppen ezért azt javasoljuk Orbán Viktornak és a Fidesznek, hogy a narancsot cseréljék le, mint logót. Helyette inkább a polip legyen a párt jelképe, és a kormányzásuk másfél éves tevékenységének is sokkal inkább lehet jelképe maga a polip, hiszen ez az, ami inkább jellemzi az ő tevékenységüket. Nem a nép, az emberek érdekében tevékenykednek, hanem bizonyos gazdasági érdekcsoportok kiszolgálóivá váltak az elmúlt másfél-két évben.